Március 15-e nemzetünk nagy ünnepe. A nemzeti szabadság és függetlenség eszméjének jelképe. A város önkormányzata hagyományosan a Petőfi téren, az iskola udvarán tartotta meg az ünnepséget. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, tisztelt vecsésiek! Sok szeretettel köszöntöm Önöket Vecsésváros önkormányzata nevében, nemzeti ünnepünkön, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján. Kérem, fogadják sok szeretettel műsorunkat. Az imént a Petőfi Sándor Általános Iskola Gimnázium kamarakórusát hallhatták. Reményik Sándor, mint halálig. Most mélységekből szakadt föl a szó. Nem csinált virág, nem papírhajó, de óceán sötétjén égő gája, mit röpít a szív tajtékos dagája a mélyben le, s a mélyből újra fel. Ma szólni nem lehet, ma szólni kell. Szeretlek népem, mint halálig. Egy érzés szunnyad bennem hangtalan, némán, keményen, mint kőben arany. Most csákány töri, bontja, fejti föl az érzést, amely üdvözít és öl, s mártíromságot szenvedtet velem. Mi ez? Nyelv, szokás vagy történelem-e szó? Szeretlek, mint halálig. Száz hajszál eren szívódik belém. És száz ösvényem felé kúszom én, és száz formában kísért engemet, mint lany szellő, mint számom lehelet. Alakoskodik, rejtőzik, tagad, míg egyszer egy órában kifakad. Szeretlek népem, mint halálig. Tudtam én ezt. Nem tudtam ezt soha. Nem így, míg jött a sors, a mostoha, és megmutatta, hogy te, én vagyok. S ha te sorvadsz el, én is elhalok. Mint a levél, ha elszárad a fa. Mint a gyermek, kit elhágy az anya. Szeretlek népem, mint halálig. Ha te nem vagy, nincs álom, illat, szín az élet babiloni vizein. Nincs fákja, amit a szív magasra tartson, s ülünk egyformán a szürke parton, alért lelkek egy alért költekén. És ha te nem vagy, nincs-e költemény, szeretlek népem, mint halálig. Mi vagy te nékem? Szomjamra ital, sebemre ír, és bánatomra dal. Tűzhely, amelyhez térni sose késem. Márvány, amelybe álmaimat vésem. Átegen, földön, folyón, tengeren, rögön, hanton, koporsó fedelen. Szeretlek, mint halálig, nemzetem.
békére sikerült hétköznapokat, emlékezünk nagyjainkra, emlékezünk cselekedeteikre, emlékezünk hazafiasságukra. Érdemes kihasználni az alkalmat, hogy tudatosítsuk, kik vagyunk, honnan jöttünk, mit értünk el, és hova tartunk. 1848 tavaszát a népek tavaszának nevezzük. Palermo, Párizs, Bécs után Pest is megkísérelte lerázni magáról az abszolutizmus tarthatatlanságát.